Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Máté Weber Erzsébet vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ingyen laptop diákoknak. Segítség a szülőknek. Emelkednek a bérek. December 1-től lép életbe a változás. Német nemzetiségi nap. A hagyományokat ápolják Tolnán. 100 éves a dombóvári eszperantó. Kiállítás az eszperantóról Dombóváron. A különböző köznevelési intézményekben tanuló 7. és 10. osztályos diákok számára nyílt lehetőség informatikai eszközök igénylésére október 23-ig. Szekszárdon az Első Béla és a Garai János gimnáziumban vehették át a törvényes képviselők az eszközöket. A 7. és 10. osztályos diákok ingyen laptopot kaptak. Az eszközöket nem csak a tanulók, de az intézmények munkatársai is igényelhették. A pandémia ideje alatti kényszer pozitívumokat is hozott a pedagógusok számára, melynek előnyeit a modern eszközök segítségével igyekeznek kihasználni, mondta Rajos Judit, a Garai János gimnázium igazgatóhelyettese. Ennek az a lényege, hogy a digitális oktatáshoz való hozzáférést egyenlő módon biztosítsa minden diák számára. A laptop kihajtható, egér és táska is tartozik hozzá, valamint már Windows és Office programmal rendelkezik. A regisztrációra megjelölt évfolyamon van lehetőség a törvényes képviselők számára. A tanulói jogviszony végéig marad a diákoknál a személyes használatú eszköz, melyre 3 év garancia van. Az intézményekben magas, 90% feletti az igénylések száma. Hajós Éva, az Első Béla gimnázium igazgatója kihangsúlyozta a program lényegét. Elmondása szerint társadalmi helyzettől függetlenül mindenki számára elérhetővé válik egy jó minőségű eszköz, mely segíti a tanulást. Szerintem egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy ezzel valójában tett a kormányzat egy lépést afelé, hogy mindenki egyenlő eséllyel tudja a maga jövőjét építgetni. A szülők is nagy segítségnek tartják a programot. Vannak, akik több gyermekes szülőként korábban nehezen oldották meg az egyidejű tanulást, mások számára a korszerűtlen eszközök okoztak nehézségeket. Azt gondolom, hogy mindenképpen jó lesz otthon, meg talán ez egy kicsit mobilabb lesz, és nem csak játékra fogja használni. Remélhetőleg olyan dolgokat is el tud rajta érni, mert otthon egy kicsit körülményesebben van otthon számítógépe, de azért ez nyilván mobilabb lesz. Úgyhogy bízom benne, hogy ki tudja majd használni a lehetőséget. A digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és pedagógusok számára elnevezésű projekt, 2024 tavaszán az 5., 6. és 9. évfolyamon tanuló diákok eszközeinek kiosztásával folytatódik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem őszi intézményi tudományos diákköri konferenciáján remekel Dudoma Krisztián szekszárdi baleset helyszín elő. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság kollégája pilóta nélküli járművek és a fotogrammetria alkalmazása a közlekedési balesetek helyszínén címmel írt tanulmányt. Dudoma Krisztián munkája olyan magas színvonalú volt, hogy a zsűri döntése alapján külön díjat érdemelt. Az elismerést Kovács Gábor, rendőrvezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, az egyetem dékánya nyújtotta át a közlekedésrendészeti tagozatban nyújtott teljesítményért. Cegléd adott otthont a serdülő B és junior B korosztály számára kiírt országos judó bajnokságnak. A paksiak csak úgy, mint néhány héttel ezelőtt, ezúttal is bajnokot avattak az eseményen. A 60 kg-mal versenyző Palencsár Péter az első mérkőzésen megszenvedett ellenfelével végül az aranypontban tudott eredményes lenni. Ezt követően fokozatosan formába lendült és bejutott a döntőbe. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közlése szerint december 1-től emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum. Decembertől a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 10%-kal fog növekedni.
A munkaadók és munkavállalók megegyezésének köszönhetően december 1 napjától a minimálbér havi bruttó összege 266.800 forintra, a garantált bérminimum havi bruttó összege 326.000 forintra emelkedik. Ezzel 2010-hez képest a legkisebb kötelező keresetek már több mint 3,5-szeresére nőttek, hiszen 2010-ben a minimálbér 73.500 forintot, a garantált bérminimum 89.500 forintot tett ki. Jó, jó. Jó a véleményem legalábbis. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek a pénz az pénz. És hát így szerintem pozitív. A béremelés gazdaságélénkítő hatása fontos szempont. Jelenleg több százezer magyar dolgozik külföldön, a hazai béremelés pozitív hatással lehet az elvándorlási tendenciákra. Engem konkrétan a magyar bér nem érint, személyem szerint, de ha esetleg tényleg így lesz, és ez így az évek során, vagy januártól február, tehát hogy észre is vehető, meg tapasztalható, akkor ez jó irányba vezet esetleg, hogy fejezzem ki. Tehát akkor a sok külföldön dolgozó, mint ahogy én és a párom és a családom, akkor lehet, hogy rövid időn belül haza tudunk jönni. A fizetések emelkedése a családok számára is jelentős lehet. Az én gyerekeim azok fölvették ezt a babavaró kölcsönt, és az nagyon nehéz sajnos így fizetni minimálbérből. Az idei évi adatok szerint hazánkban 223 ezeren kaptak minimálbért, és 741 ezeren garantált bérminimumot. Méhviaszos kendő és ajakápoló készítő workshopot tartott a Fogol Családi Méhészet a Tolnai Kulturális Központban. A méhviaszt pamutanyagba vasalták. Az elkészült terméket ezt követően például csomagolóeszközként lehet felhasználni. Az ajakápolók kakaóvajjal és körömvirágolajjal készültek. Az esemény az egész novemberben tartó egészséghónap keretében valósul meg. A méhviaszt azt a méhek állítják elő, vannak nekik viasztermelő mirigyeik, ők építkezésre használják a kaptárba, ugye ezeket a jellegzetes hatszögletű hexagon sejteket építik ki belőle, amiben méz kerül, a méhanya petézik bele. 29. alkalommal rendezték meg a Tolnai Német Nemzetiségi Napot. Az eseményen Tolna város németségéért díjat kapott barátné Koch Erika, pedagógus és a Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör. A rendezvény célja idén is a hagyományok ápolása volt. Az eseményen műsorral készült a Gesztenyéskert óvoda és a Vosinszki Mór általános iskola, továbbá két helyi énekkar is. Fülöp Mónika, Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzatának elnöke elmondta, a rendezvény fő célja a hagyományok ápolása. És fő célkitűzésünk még az, hogy a német nyelv és a tolnai, illetve a mőzsi dialektus fennmaradjon. Ezért olyan műsorszámokkal igyekszünk bemutatni a városnak a nemzetiségi kultúráját, hogy bizonyítsuk azt, hogy igen, mi teszünk azért, hogy ez fennmaradjon. A Tolna város németségéért díjat 3 évvel ezelőtt alapította az Egyesület. Azok a személyek és civil szervezetek nevezhetnek, akik a német nemzetiségi hagyományok ápolásán dolgoznak. Az idén Bernátné Koch Erika is díjban részesült, amit pedagógiai munkájáért kapott. Többek között az én szüleim is egész az 1790-es évekig visszamenőleg csak német család, és főleg a mi generációk, meg az előző generációknak nagyon fontos volt, hogy a kultúrájukat megőrizzék, és ebből egy kis morzsát, szeletet próbáltam én is megmenteni, és az óvodában ezzel foglalkozni. Civil szervezetként a Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör vette át az elismerést. Az Egyesület a tolnai és mözsi németségért sokat tett az elmúlt évtizedekben, mondta Leml Mária, kórusvezető. Ha visszatekintünk csak egy csöppet, ez a régió, ez végig sváb régió volt, német anyanyelvű, betelepített németség, csak mondjuk a háború vége közbeszólt, és sokat kitelepítettek. Nekünk is a családunknak a háromnegyed részét elvitték annak idején, és úgy éreztük, hogy ezzel tudjuk igazából tartani velük
a lélekbeni kapcsolatot, hogy mi itt megmaradtunk sváboknak. A kulturális programok után a nap közös vacsorával zárult. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a jövőben is tervezi az esemény megrendezését. Teljes terjedelmében égett egy többszintes lakatlan hétvégi háztető szerkezete szombat délután Dombóváron, a Jufark dűlőnél. A tűzeset helyszínére a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három vízsugár és kézi szerszámok segítségével oltották a keletkezett lángokat. Az épület alsó szintjéről egy gázpalackot is kimentettek. Az Esperanto 136 éve jött létre, és Dombováron idén lett 100 éve, hogy a nyelvet használják. Az évforduló alkalmából a Város Helytörténeti Múzeuma egy kiállítással várja a nyelv iránt érdeklődőket. A megnyitón a vendégek az Esperanto történetéről és szerepéről hallhattak előadásokat. Az Esperanto nyelv iránt érdeklődők számára nyílt kiállítás a Dombovári Helytörténeti Múzeumban. Idén 100 éve kezdték el használni a városban a nyelvet. A megnyitón szó volt a nyelv kialakulásáról és történetéről. Ezt a tervet megnézzük, ugye a Müller Ádám segítségével sikerült berendezni, de ez az összegyűjtött esperanto anyagnak csak töredéke. Tehát nem is tudnánk kiállítani most egy terembe itt a Helytörténeti Múzeumban sem, mert annyi az anyag. Tehát a lényeg az, hogy ez csak egy ilyen kett csináló. Az esperanto elsajátítása számos előnyt jelent. Azon kívül, hogy a szövegértési problémák megelőzésére is jó, és sok külföldi kapcsolat kialakításában és megőrzésében is segít, más nyelvek tanulását is megkönnyíti. Ha most a nyelvi részét nézzük a dolgoknak, akkor feltétlenül meg kell említenem a propedeutikai szerepét az esperantónak. Ugye aki megtanulja az esperantót, sokkal könnyebben fog megtanulni bármelyik másik nyelveket vagy nyelvet. Tehát ez egy óriási nagy előny. Ha valaki szeretne elkezdeni esperantót tanulni, online is van rá lehetősége, de Dombováron is tud nyelviskolát találni. A Helytörténeti Múzeum időszakos kiállítása kedvcsináló betekintést nyújt az esperantó világába. Regionális híreink következnek. Ágyi poloskák, csótányok. A helyzet változatlan. Még mindig panaszkodnak a pécsi ház lakói a kártevőkre. Új épület. 800 milliós fejlesztés a pedagógiai szakszolgálatnál. Helyi borok, szőlőből készült termékek népszerűsítése Pécsen. Tudatos fogyasztás, egészségmegőrzés. Még mindig nincs megoldás a pécsi Nagy Ferenc téri kártevők problémájára. Ez derült ki a héten, mikor erről kérdeztük a terület önkormányzati képviselőjét a Városházán. Bognár Szilvia már többször jelezte az önkormányzaton, hogy folyamatosan kapja a panaszokat az érintett lakótömbből, ahol az ágyi poloskák és a csótányok teszik elviselhetetlenné a bérlők életét. Még idén júniusban készültek ezek a felvételek a pécsi Nagy Ferenc téri önkormányzati tömbben. Itt vannak azok a lakások, ahol elszaporodtak a csótányok, ágyi poloskák. Erről az ott lakók nekünk is beszéltek arc nélkül. Hát még vannak bogarak, csótány is, meg poloskák is, és próbálunk segítséget kérni, de nem nagyon akarnak segíteni. Sajnos nagyon el vannak szaporodva. Nagyon sok a csótány, bogár, de azóta valamiért ide költöztették a Lánc utcai lakosokat. Sajnos. És mi is szívesen el szeretnénk innen költözni, mert ilyen helyen nem szeretnénk együtt lakni, főleg nem egy 4 éves kislánya. A kártevők, érősködők problémája a júniusi közgyűlésen is előjött. A terület képviselője segítségért fordult a polgármesterhez. A Nagy Ferenc tér 9-10 szám alatt található önkormányzati ingatlanban sajnos a rovarinvázió nemhogy csökkent volna az ezt megelőző írtások hatására, hanem valószínűleg elégtelen módszert alkalmaztunk, mert hogy ezek a bogarak egyre többen vannak, illetve rovarok, bocsánat. Félő, hogy ezek a rovarok nem csak hogy itt szaporodnak el, hanem átterjednek más épületekre is, így kérem Önt, hogy legyen segítségemre, és tegyünk valamit érdemben a rovarok ellen. A polgármester júniusi válaszából kiderült, inkább politikai heccelésnek érzi az ügyet.
Az, hogy miért pont közgyűlések előtt jönnek elő ezek a bolgarak, azt magam is kíváncsian figyelem, de el tudom mondani, hogy idén februárban, márciusban, áprilisban és júniusban is volt rovarítás az épületben. Legutóbb a múlt hétvégén történt beavatkozás, úgyhogy azt gondolom, hogy az önkormányzat mindent elkövet annak érdekében, hogy ezek ettől végre, ettől a kártevő veszélytől, kockázattól megszabadítsa nem csak a Nagy Ferenc téri lakókat, hanem bárki mást, aki ilyen küzdelmekkel szembesül. Most a novemberi közgyűlésen újra kérdeztük a Nagy Ferenc téri önkormányzati lakásokban elszaporodott ágyipoloskákról, csótányokról a területi képviselőt. Azt mondta, nem javult a helyzet. Naponta kapom a fényképes, illetve videós illusztrációkat a Nagy Ferenc téri önkormányzati ingatlanból, ahol ágyipoloskák, illetve csótányok szaporodtak el. A PEC, tehát a Pécsi Ellátóközpont dolgozik a probléma megoldásán sajnos bő másfél év alatt, nem olyan nagy sikerrel. Én értékelem a szándékukat, de valami hathatósabb megoldáshoz kell folyamodni. Az érintett épületben volt olyan lakó, aki szerint a Lánc utcai tömbből beköltöztetett bérlők miatt nem javul a helyzet. Ezt mondták nyáron, mikor ott jártunk. Szerintük ugyanis a kidobott lomokat ők visszahordják, amikkel visszakerülnek a poloskák, csótányok és a lépcsőházba. 800 millió forintból kapott új épületet a Somogy vármegyei pedagógiai szakszolgálat. Az intézmény most három szinten üzemel, teljesen új bútorzattal és eszközökkel lett felszerelve. Évente több ezer fiatal sérült fejlesztésében segítenek a szakemberek. És eljött már, a régen vártam, észhez kapott most a kulcsokat. Saját műsorral is készültek a Bártisok az átadóra. Egy régi álom vált valóra az új háromszintes épülettel, amelyben a szakszolgálat működik majd ezen túl. Sikerült egy olyan pályázatot elérnünk, amiben a fejlesztőiskolánkat felújíthattuk, és a szakszolgálattal közösen egy új épületbe költözhettünk be. Nagyon büszkék vagyunk rá, mert a fejlesztőiskola most már igazán méltó helyre került, és a szakszolgálat is nagyon sokszor költözött az évek során, most pedig egy olyan teljesen új épületbe fogadhatja a gyerekeket, a városi és a járási gyerekeket, akik olyan környezetben tudnak most fejlődni, ami igazán illik hozzájuk. Az idén 10 éves szakszolgálat így méltóan segíti mostantól a gyerekek fejlődését. Ez az átadó ünnepség az összefogásról szól, valamennyiünk összefogásáról. Röviden szeretném elmondani, hogy a mi intézményünket érintően, a Somogy vármegyei pedagógiai szakszolgálatot intézményt érintően kik vettek részt az összefogásban. Elsőként is a Kaposvári Tankerületi Központ, amelynek nem csak vezetősége, hanem a pályázati osztályon és az üzemeltetési osztályon dolgozó valamennyi kollega is napi szinten segített és támogatott bennünket. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban elnyert összeggel és kormányzati támogatással mintegy 800 millió forintból újult meg az intézmény egyik szárnya, valamint épült meg az új rész. A Kaposvári Tankerületi Központ a projektben elnyert támogatással három megvalósítási helyszínen, Kaposváron, Barcson és Nagyatádon összesen három feladatellátási helyen, illetve a Somogy megyei pedagógiai szakszolgálat vonatkozásában a kaposvári szakszolgálat esetében valósított meg infrastruktúrális fejlesztést, a súlyos és halmozott fogyatékossággal rendelkező foglalkozásaik segítő helyiségeiben a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastruktúrális megteremtésének érdekében. A somogyhársági Valkai család is örül az új épületnek, a modern eszközöknek és bútoroknak. Az első két évben ilyen fejlesztő felkészítésre jártunk heti két alkalommal, és most 10 éve van az, hogy minden nap bejáró tanuló a gyermek, délelőtt folyamán van itt az iskolában. Azóta is nagyon sokat fejlődött, születésétől kezdve ugye ő fejlesztésre szorul, hogy halmozottan sérül, és hát mindenképpen nagyon sokat köszönhetünk az intézménynek. Az ünnepélyes átadón Szita Károly polgármester arról beszélt, fontosak a város és a helyi intézmények számára is a hasonló fejlesztések. Energetikai felújítás, utána jött az újabb bővítés, és ezt mind úgy tették, hogy tudták, hogy mi lesz a vége. Várták a jót, és azt megkapták. Köszönöm a tankerületnek azt, hogy fontosnak érezte azt,
hogy folytassa azt a munkát, amit mi energetikai felújításokat követően lehetőséget biztosítva a átunk elébe. Az átadón a település polgármestere Kaposvár emlékérmeket adott át az intézmény néhány dolgozójának. A helyi borok népszerűsítése és a szőlőből készült termékek, valamint a szőlőtőke ültetésének népszerűsítő rendezvénye zajlott Pécsen, a Kossuth téren. Mindez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei szervezete, a Baranyai Termelők és a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet bevonásával történt. Az időjárás ugyan nem kedvezett a szabadtéri programnak, de a pécsi borok, a szőlőből készült termékek és a szőlőtőke ültetésének népszerűsítése nem maradhatott el Pécsen. Varga Zsanett, a Baranyai Termelőkért és Kézművesekért Egyesület elnöke szervezetével együtt képviselte a kiváló borokat, szőlőtermékeket. Több tagunk is foglalkozik szőlőből készült termékekkel, illetve ugye a bor is ehhez tartozik, illetve a szőlőtőkéknek az árusítása már megkezdődött, hogy a kiskertbe is lehet ültetni, és nagyon jó rezisztens fajták vannak, amiket nálunk itt a Búza téren, Kossuth téren, Mecsekáruház előtt ugye be tudja szerezni, aki szeretne finom szőlőtőkét csemegézni, illetve vannak borlekvárok, a szalványok, tehát a helyi termékek Baranyában nagyon sokszínűek és sokrétűek, és mindent feldolgoznak a kis termelők, amit az erdőbe találnak, amit a kertbe. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei szervezete a PTS Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet bevonásával közösen valósították meg a népszerűsítő programot. Ritlinger József, a NAG Baranya vármegyei elnöke elmondta, a termékek népszerűsítésének nagy hagyománya van Baranyában, de ilyen boros rendezvény még nem volt. Mi úgy gondoltuk, hogy nem választunk egy borászt, hanem mivel itt Baranyában igen sokan foglalkoznak szőlőtermesztéssel, kézműves termékek előállításával is nagyon jó a kapcsolatuk a borászokkal. A borászok is már átálltak, nem csak bort készítenek a termékekből, hanem tovább földolgozzák a héjat, a szőlőmagot. Sokféle olyan termék van, amit úgy gondoltuk meg kéne ismertetni itt a városlakókkal és a fogyasztó társadalommal. Nem nagyon ismerik ezeket a termékeket, ezek nagyon jó minőségű, nagyon jó minőségben készült termékek. Nagyon jó élettani hatásuk van, beszélhetünk akár csak a szőlőmagról, vagy a szőlő héjból készült termékekről, őrleményekről, ezek különböző formákban vannak. Bevonták a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetét is. Társszervezőként vesznek részt a programban, ugyanis náluk vannak a fajták, a kísérleteket ott végzik, a szaktudás náluk van, tette hozzá Ritlinger József. Az elnök azt is elmondta, szeretnék az embereket a szőlő, a jó minőségű bor és a szőlőből készült termékek fogyasztására biztatni. Őri László vármegyei elnöktől megtudtuk, szeretnék felhívni a nagyvárosban elsősorban a megyeszékhelyen élők figyelmét a szőlő sokféle felhasználási lehetőségére Baranyában. Amikor a szőlőre gondolunk, akkor logikusan egyébként az abból készült finom borok jutnak az eszünkbe, amelyekre baranyaiként kifejezetten is büszkék lehetünk, gondoljunk csak Villány közelségére vagy a pécsi borvidékre, de ma már a szőlőből nem csak bor készül, hanem számos olyan termék, ami mindenképpen érdekes lehet és érdemes kipróbálni, többek között szépségápolási termékek, sőt az egészség megőrzésben fontos termékek, mint például a szőlőmag kivonat. A szőlőből készült termékeknek, ha tudatosan fogyasztjuk, a jó minőségűt belőle, egészségmegőrző hatások is van. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Ingyen laptop diákoknak, segítség a szülőknek. Emelkednek a bérek. December 1-től lép életbe a változás. Német nemzetiségi nap. A hagyományokat ápolják Tolnán. 100 éves a dombovári eszperantó. Kiállítás az eszperantóról Dombováron. Kedden erősen felhős, borongós időnk lesz, időszakos, szórványos esőkkel. A déli megyékben pár órás, mérsékelt intenzitású eső is előfordulhat a nap folyamán. Jellemzően gyenge vagy mérsékelt északias légmozgás várható. A Dunántúl térségében olykor felélénkülhet a szél. Este és éjszaka is marad az erősen felhős égbolt. A déli megyékben előfordulhat gyenge eső, szemerkélés.
Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!